Figyelem! Következő műsorunkat siket és nagyot halló nézőink a Teletext 199. oldalán feliratozva is megtekinthetik. Következő műsorunk bizonyos jeleneteiben a képi és hanghatások megzavarhatják egyes nézőink nyugalmát. Figyelem! Következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Golyóállomellényes kommandósok törték rá kis híján egy négytagú családra az ajtót a Békés megyei Gerendáson. Hajnali 3-kor verték az ajtót azzal, hogy családi tragédiához hívták ki őket. Kiderült, a szomszédasszony szólt nekik, aki azt mondta, hogy a gyerekek véresen szaladgálnak az udvaron, a feleségnek pedig elvágták a torkát. Persze ez nem volt igaz, a bejelentő nőt a pszichiátriára szállították. Most csak egy játékautó és egy játékmotor áll a szegvári család házának kertjében. A ház szombat éjszaka még tele volt rendőrökkel és mentőautókkal. A család hajnali 3-kor arra ébredt, hogy golyóálló mellényes rendőrök veszik körül a házat, és hangosan dörömbölnek az ajtón. Megijedtem én is. Az apa azt mondta, nagyon megijedtek. Először azt hitték, hogy valamelyik rokonukkal történt valami. A rendőrök azt mondták, családi tragédiához hívták ki őket. Ja. Gyerekeimet összeszurkáltam késsel, meg a feleségemnek elvágtam a torkát. Kiderült, hogy az egyik szomszédjuk hívta ki a rendőröket. A szemembe is mondta, hogy hát pedig ő látta, hogy a gyerekek itt véresen szaladnak, és kiabálják, hogy apa vágja anyának a torkát. A 42 éves szomszédasszony mindenki ismeri a környéken. Többek szerint néha furcsán viselkedik. Golyós, egy kés, anya egész. Szaladt, mondom, minket úgy voltunk vele, hogy biztos fogyni akar. A nőt később a gyulai pszichiátriára vitték, azóta is ott tápolják. A rendőrség azt mondja, annyira életszerűen mondta el a nő, mi történik a szomszédban, hogy muszáj volt intézkedniük. Így kellett tennünk, és így kellett intézkednünk, ellenőriznünk kellett azt, hogy valós-e a bejelentés, és azzal a létszámmal, amivel a kollégáink kivonultak, ez volt az indokolt. A gyerekeknek azóta is rémálmai vannak, ezért nem ismernek elaludni. A család azt mondja, ha kiengedik a nőt és hazajön, akkor ők elköltöznek a környékről. 8 óra után az aktívban a házaspár gyerekei mondják el, hogyan élték meg a kommandós akciót. Átharapta a nyakát egy férfinak egy póni tegnap este a Békés megyei Gerendáson. A férfi éppen itatta az állatokat, amikor a ló átharapta a gégéjét. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a klinikai halál állapotába került. A mentőszolgálat diszpécsere telefonon adott utasításokat arról, hogyan élesszék újra, így később a mentőknek sikerült stabilizálni állapotát és kórházba szállítani. Dinnyit falatozott tegnap este a gyerekek kezéből a póniló. A jámbornak látszó állatot mindenki megsimogathatta, itt már békésnek tűnt. Egy órával korábban viszont csak nem megölt egy embert. A 47 éves férfi éppen az állatokat itatta, amikor a póni elharapta a torkát. Sérülései olyan súlyosak voltak, hogy a klinikai halál állapotába került. A mentőket egy szemtanú riasztotta, ő kezdte meg az újraélesztést a diszpécser utasításai alapján. Kiderült, hogy nem vesz levegőt az illető, tehát a klinikai halál állapotában van, és ezért kezdődött el a mellkas kompressziója, a szívmasszázs, szintén a telefonon keresztül kapott instrukcióknak megfelelően, azt elmagyarázva és telefonon keresztül irányítva. Végül sikerült stabilizálni az állapotát, életveszélyes sérülésekkel szállították a szegedi klinikára. A rendőrség vizsgálja a furcsa balesetet. A Békéscsabai rendőrkapitányság közigazgatási eljárást indított. Ennek az eljárásnak a keretében vizsgálják a kollégáim azt, hogy hogyan történhetett meg ez a szerencsétlenség. Mindig éreztetni kell vele, hogy ő vele foglalkozunk, ő hozzá akarunk oda menni. Az általunk megkérdezett lótenyésztő sem érti, hogyan történhetett a furcsa támadás. Szerinte ritkán fordulnak elő hasonló esetek. Itt is valószínű, hogy előfordulhatott esetleg egy olyan, hogy új ló,
új helyre került, új ember dolgozott körülötte, új ember próbálta megközelíteni, nem ismeri. Ilyenkor ösztönszerűen védekezik esetlegesen, ösztönszerűen keresi a menedéket. A szakértő azt is elmondta, hogy a pónikat egyes helyeken házőrzőnek is használják, mivel az állat nem tűr meg idegeneket a közelében. Két hét múlva elaltatják azt a pónilovat, amelyik átharapta egy férfi torkát a Békés megyei Gerendáson múlt kedden. A férfi két napja belehalt a sérüléseibe. A pónit nem lenne kötelező elaltatni, a gazdája döntött így, mert fél, hogy megismétlődik az eset. Kijött egy tábla a lónak a karámjához, ami a veszélyre fölhívja a figyelmet. Szöges dolgot tettek ki a védekezés jeléül. Vigyázz, a ló csipked, harap, rúg. Ezt a feliratot tette ki ma gazdája a póni karámjánál. Az állat békésen legelészett, nem tűnt veszélyesnek. Ahogy múlt kedden sem, mikor stábunkat Tanyán járt, épp a tulajdonos gyerekei etették dinnyével. Egy órával azután, hogy átharapta egy ember torkát. A 47 éves férfi behajolt a karámba, hogy vizet adjon a lónak, akkor történt a tragédia. Sikerült újraéleszteni, de 4 nap múlva a kórházban belehalt a sérülésekbe. A póni gazdája ma nem akart kamera elé állni, annyit azonban elmondott, már fél attól, hogy mindez megismétlődik, ezért inkább elaltatná a lovat. A baleset után a ló tulajdonosa megkeresett minket, segítsünk neki a állatnak az eltartásában. Erre a karantén elmúltában van lehetőség, ami a halálesettől számított 14. nap, tehát legkorábban az 6-án tudjuk az állatot elaltatni. A szabályok szerint, ha nem veszett, nem kötelező elaltatni az állatot, akkor sem, ha emberre támadt. A tulajdonosa dönthet a sorsáról. Ő pedig már ma is elaltatta volna, de ha nem várnák meg a jogszabályban előírt 2 hetet, büntetést kellene fizetnie. Egy 3 gyerekes anyát gyilkoltak meg Békés megyében, a nő holttestére tegnap találtak rá a rendőrök Gerendás határában. Még este elfogtak egy 23 éves férfit, akit a gyilkossággal gyanúsítanak. Itt Gerendás és Csorbás határában a Kukoricás mellett találtak rá a 39 éves asszony holttestére a rendőrök tegnap délután. Valaki felhívta őket, hogy egy nő holtan fekszik az út mellett. Még aznap este a 23 éves csorvási gyanúsítottat elfogták a kollégáim. A fiatalembert őrizetbe vették. Meghalt. A szomszédok nemrég még látták az asszony gyerekével. Egy éve lakunk itt. Jött itt ki, mindig kedves volt, csókolom, mit dolgozik, kapál itt a kertben. A rendőrség úgy tudja, hogy a gyilkossággal vádolt férfi a nő barátja volt. Azt nem tudni, hogy miért hívta ki áldozatát a település határába. A szomszédok szerint a gyilkosság előtt hangosan veszekedtek és kiabáltak a nőházában. A meggyilkolt asszonynak 3 gyermeke van, de csak a legkisebb fiát nevelte ő. A másik gyerek a nagymamánál, a harmadik pedig annak apjánál van. A nő legkisebb, 9 éves fiát ideiglenesen a dévaványai gyermekot otthonba vitték. A rendőrség kezdeményezte a gyilkossággal gyanúsított férfi előzetes letartóztatását. Hát ez kiszakította, ahogy ide esett. A szomszédasszony házánál esett össze a 34 éves férfi. Az ablakon keresztül menekült a lángoló házából. Az ablakot kitörte, és azon mászott ki, bent viszont égett belül teljesen a lakás. És az idős néni a szembelévő, az jött én nekem szólni, a másik szomszédasszony meg ment telefonálni a mentőknek és a tűzoltó. A férfi viszont vissza akart menni a házba, mert ott hagyta a mobilját és a személyigazolványát is. Jöttem ki Magdától, ott feküdt hanyat a férfi,
És akkor azt mondta, hogy emeljem fel. Mondom, hát én nem tudom felemelni magát. Végül magától sikerült felállnia, és visszament a házba. Az udvaron viszont megint összeesett, és a szomszédok két idős ember mentette ki. Utána mentek egyenesen a füstbe, a lángok közé. El volt ájulva. De már akkor a láng itt jött kifele meg a füst, úgyhogy még mi sem látjuk egymást, még ő sem látjuk, csak ő bukott meg benne az ajtóba. Hát így bírtuk kimenteni, mire már befutottak a mentő meg a tűzoltó. Mint mentettük ki a lángból, magyarul megmondva. Már égett a nadrágjánál az oszlop, az ajtóoszlop, a hátsó épület. Ott volt hanyat fekve. Alig találtuk meg a nagy füstben. A 80 négyzetméteres vályogház teljesen kiégett. Orosházáról és Békés Csabáról is érkeztek tűzoltók a házhoz. Összesen 3 gépjármű fecskendővel és egy vízszállító járművel vonultak a káreset helyszínére. 18 fő tűzoltó vett részt az oltásban, amely következtében a közel másfél órás beavatkozás során sikerült megfékezni a lángokat. A két idős ember azt mondta, nem is gondolkodtak azon, hogy a férfi után menjenek-e a lángok közé. Ez is egy ember, úgy voltunk vele. Nem lehetett ott hagyni. Nem lehetett ott hagyni. Akkor még ráadásul egyik illetőtől még majdnem ki is kaptunk, hogy nem szabad hozzányúlni. Akkor úgy voltunk vele a szomszédommal, hogy ha szabad, ha nem, de ezt ki kellett az embert onnan menteni, hát nem halott meg egy ember. A férfit kórházba vitték, azt pedig, hogy a tüzet mi okozta, még nem tudni, de valószínűleg nem gyújtogatás. Családi tragédia, saját lányát verte agyon egy nyugdíjas a Békés megyei gerendáson. A szomszédok elmondása szerint a 62 éves nő sokat veszekedett 84 éves anyjával. A vita azonban ma hajnalban eldurvulhatott, az idős nő ugyanis visszavágott és agyonverte lányát. A rendőrség őrizetbe vette, megrázó riport következik. A kuvasz mindig ugatott, ha a szomszédban veszekedett az anya és lánya. Elég sokszor volt ilyen, mondják a közvetlen közelben lakók. Éjszaka azonban most nem ugatott, csend volt. Voltak veszekedések, hát ilyen volt. Azaz áthallatszik, mert egymásban vagyunk. A 84 éves édesanyja kiváló fizikai állapotban volt. A rendőrök szerint régóta terrorizálta és bántalmazta a lánya. Valószínűleg az éjszaka elszakadt a cérna, és nem bírta tovább a sok veszekedést. Az asszony olyan súlyosan üthetett vissza, hogy a 62 éves lánya belehalt. Eddig adatok alapján úgy tűnik, hogy a hölgyet a vele közös háztartásban élő 84 éves idős édesanyja bántalmazta. Ezért a rendőrség büntetőeljárást indított. A nő súlyosan megsérült a verekedésben, ráadásul úgy tudjuk, hogy az anya későn szólt az orvosnak, mire kiért, a nő már halott volt. Az idős asszony ellen halált okozó testi sértés miatt indult eljárás.